Julia Roberts szerepel egy reklámfilmben Bányai Miklós, akit a The Voice riportereként ismerhettünk meg. Vendégünk Bányai Miklós, akit a forgatás kulisszatitkairól is kérdezünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! A film egy reklámfilm, tehát hogy pontosítsuk, ugye? Igen. Méghozzá egy kozmetikai cégnek a reklámfilmje, ezt már megbeszéltük, hogy ez egy jó márka. Milyen érzés? Tehát kezdjük az elején. Egyáltalán hogyan kerültél bele egy ilyen castingba, amit Julia Roberts-el való reklámfilmhez kerestek férfi szereplőt? Ez innen ilyen nagynak tűnik, ott elég természetes, tehát az van, hogyha Los Angelesben. Igen, tehát oda kimentem. Azt, hogy honnan kezdjük, hogy oda kimentem, azt nem tudom. Tehát 85-ben megszülettem, és aztán ez így alakult. Voltam egy amerikai tévésorozatban, az NBC-n ment, tehát egy elég nagy dolog volt. Dracula volt a sorozat címe, és utána meg lehetett kapni ezt a vízumot, amivel ki tudtam menni. Ami elvileg elég nehéz, de nekem ez így könnyebben összejött, és akkor azt gondoltam, hogy miért ne. És akkor ott voltál több száz ember között, csak hogy ugorjunk egyet, hogy térjünk a lényegre. És akkor hirtelen hogy választottak téged? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, tehát ez olyan, tehát most egy sikerről beszélünk, de beszélhetünk arról a 40 castingról is, ahol azt mondták, hogy jó, köszi szépen, majd hívunk. És aztán nem, tehát nem csak azt mondom ezzel, hogy ott sem tudod, hogy miért van az, hogy nem kell lesz, és azt sem tudod, hogy miért kellettél. Tehát, Los Angelesben egyébként színész castingokra, tehát szerepcastingokra is elsz, és reklámfilmek castingokra is, igen, mindenhova. Igen. Ez általában úgy van színészekkel, hogy mondjam, nagy átlagban mondjuk van nekem, mivel nyilván még van akcentusom, egy hónapban mondjuk van két olyan castingom, ami filmre vagy sorozatra van, tehát ami valódi igénybevévő színészi munka, és a reklámok meg annyira gyakran vannak, 3-4-szer egy héten, hogy színész azt azért csinálja, hogy két meló között megéljen. Tehát ezt mindenki megy, és szeretné ezeket megkapni, mert nagy Na segítség. És akkor mesélj, szóval kiválasztottak a lényeg, összekerültél egy asztalnál, ültél Julia Roberts-el, beszélgetned kellett vele, azt filmezték. Mi történt? Igen. Mi volt a feladat? A feladat tulajdonképpen az volt nagyon fontos, hogy természetesek legyünk, tehát ők úgy kezdték az egészet, hogy körülbelül így ültünk egy asztalnál, és akkor elkezdtek minket méregetni kamerákkal órákon keresztül, és utána fölállt egy ülésrend, úgy egy órán belül, akkor kerültem a Julia mellé, és akkor... Is, igen. Ja, igen, ez itt van. Itt nem beszélek, de a rendező James Gray, aki egy jegyzett rendező, ő néha belépett a szedbe, és akkor annyit kért, hogy most legyen az, hogy a Juliának nevetni kell, és akkor én ebben segítsem, vagy legyen az, hogy most ezt nagyon unja ezt az egész estét, és akkor ebben segítsem. Gondolom, hogy nem Móriczka vicceket meséltél neki. Hogy nem, hát iszonyat a zavarba voltam nyilván, butaságokat beszéltem, ugye elkezdtünk személyes dolgokról beszélni, tehát mivel úgyse hallja a kamera, ő elmesélte, hogy milyen volt neki annak idején Hollywoodba jönni, mert ugye ez kiderült, hogy én most jöttem, nem akarom őt kiadni, de neki sem volt könnyű, és én meg nem tudom, mondtam, hogy magyar vagyok, és akkor mondta, hogy ó, igen, a barátaim mondták, hogy ott szuper fürdők vannak, meg termálvizek, és akkor ilyen hülyeségeket beszéltem, amikor nevettetni kellett, hogy hát igen, de lábgombát lehet kapni, vagy valamilyen baromságot mondtam. És akkor ezen nevetett. Ezen én is. Mondja, de hát ezt tudjátok, hogy van ez, hát ott ülsz Kínban, és akkor ilyen hülyeségeket beszélsz. Mondd el azt, amire szerintem mindenki kíváncsi, hogy milyen az életben Julia Roberts. Nagyon helyes. Tehát szürreális volt az egész, mert ugye ő egy idol valahol, de ez azért van, mert van egy ilyen elérhetetlenség körülötte, meg nekünk magyaroknak, ő ugye eleve a tenger túloldalán van. De hát ő is egy ember, és ezt egyébként végtelenül... Nagyon szép, arra vagyok kíváncsi. Nagyon. Hát, mindig ilyenkor nagyon. De azért örültem, hogy végül is ott ülhettem mellette, mert a tekintete gyönyörű. Tehát, hogy van benne valami nagyon gyengéd melegség, ami ugye a közelikben látszik filmeken, de mondjuk ugye erre emlékezni fogok, hogy amikor oldalra néztem, akkor ezt láttam is. És milyen volt mellette ülni? Megnyugtató volt, vagy nyilván izgultál, ahogy mondtad, hogy volt benned egy drug, de hogy ő kezdeményezett beszélgetést, és ez téged megnyugtatott, feldobott, inspirált? Ilyen, én ugye a Draculában is azért mondjuk volt ilyen, hogy Londonba ki kellett menni olvasópróbára, és akkor egy ilyen hajnali ötös kelés után ott hirtelen 10-kor a Jonathan Rhys Meyers-szel kellett olvasni a forgatókönyvet, és akkor ilyenkor az ember lilul, meg zöld. És aztán egy ponton arra gondolok ilyenkor, hogy most ezt az ajándékot vagy élvezem, vagy szétizgulom, és akkor inkább élvezem.
Úgyhogy élveztem. Mikor lehet látni majd ezt a reklámfilmet? Már azt nem tudom, hogy Magyarországon mikor lehet. Nem nézek sok tévét, nem tudom, hogy ott ment-e, de elvileg lehet. Tehát elvileg valamelyik videó megosztott. Világ körüli reklám, tehát előbb-utóbb lesz Magyarországon is, ha még nem volt. Hát Miklós, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Egyrészt én konkrétan irigyellek, szerintem. Én is. És hát sok sikert a későbbi munkáidhoz is, és reméljük, hogy a 40-ből nem 40 lesz, amire azt mondják, hogy nem, ahogy itt az imént említettek. Köszönjük szépen. Én köszönöm.